A sárgamezes Csákvár együttesét fogadta a piros-feketében pályára lépő Szent Lőrinc labdarúgó csapata az MB2-es bajnokság 35. fordulójában. A találkozó elején Karacs szabálytalankodott a 16-oson belül Szabó Mátéval, a játékvezető azonban nem ítélt büntetőt. Majd török jobbról éles szögből lőtt, de lövése nem jelentett veszélyt a vendégek kapujára. A 16. percben Molnár Rajmund hámozta át magát a védőkön, zicserbe került, 6 méterről leadott lövését azonban Prokop bravúrral védte. Majd Drió cselezett befelé a jobb szélről, ballal tekert a hosszú alsó felé, Auerbach azonban fogta a takarásból érkező lövést. Nem tudott igazán veszélyes lenni a vendégek kapujára Marián Szluká együttese, a Csákvár azonban remekül kontrázott, és a 21. percben meg is szerezte a vezetést. Baracskai rohant el a jobb szélen, lapos centerezése Torvundot találta meg, aki visszakészítette a labdát Kártik elé, ő pedig 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Az első félidő hajrájában Driót könyökölte állon Karacs a 16-oson belül, a játékvezető műesésért azonban a hazai játék. Vette meg. Majd az utolsó percben Török Lászlót rúgta fejbe, Dulló a 16-oson belül, Sipos Tamás ezúttal büntetőt ítélt. Harsányi állt a labda mögé, a kapu bal oldalát célozta meg, de a félmagasan érkező lövést Auerbach kivédte. A fordulás után Bányai kapott jó labdát, de 15 méterről jobbról a bal kapufa mellé lőtt. Majd egy gyönyörű góllal egyenlítettek a házigazdák. Az 52. percben Harsányi indult meg balról befelé, a 16-os sarkának közeléből pedig hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. Kicsivel később Molnár lépett ki két védő között, és a jobb kapufát találta telibe. A 66. percben újra átvette a vezetést a Csákvár. Figyelmetlen volt a szentlőrinci védelem, a 16-oson belül nyugodtan keresztbe lehetett passzolni a labdát Mimhez, aki senkitől sem zavartatva 5 méterről a kapuba vágta azt. A 73. percben Molnár került volna gólhelyzetbe, Török azonban még a 16-oson kívül szabálytalankodott, amiért piros lapot kapott. 5 perccel később Kártik kapott remek labdát, de éles szögből ellőtte azt a kapu előtt. A 89. percben állították be a vendégek a végeredményt. Szabadrúgást kapott a Csákvár mindössze 19 méterre a hazai kaputól, Makrai pedig kilőtte a bal felső sarkot. A találkozót tehát 3-1-re a vendégek nyerték. Marián Szluká együttese május 8-án a Vasashoz utazik a Merkantil Bankliga 36. fordulójában.